Július 2-ig minden óvoda tárt karokkal várja a gyerekeket. Az iskolai szünet miatt június közepétől az óvodákba is kevesebben járnak, így az alacsonyabb létszám miatt sok helyen összevont csoportokban vigyáznak a gondozók a kicsikre ebben a néhány hétben. A saját óvodában a nyári élet szervezésénél igyekszünk odafigyelni arra, hogy a gyerekek számára azért az óvodai élet, a nyári élet is érdekes legyen. A kompetencia alapú óvodai nevelési programcsomagnak ebben az időszakban majd már a levegő témaköre lesz július, augusztus és szeptember hónapban, de jelenleg még a föld témakör van, és ebből a legérdekesebb tevékenységek megszervezése az udvaron, a szabadban is megtörténik a gyerekeknek. Július 4-től az óvékban is kitör az igazi nyár, és egy ügyeletes intézmény látja el a gyerekek felügyeletét júliusban és augusztusban. Az ügyeletes óvoda a Nyitnikék óvoda, amiben ugye jelenleg a Napsugár óvoda is elhelyezésre került. Itt kezdetben 50 és 60 közötti gyermek létszámmal két csoportban zajlik az ügyeletben a gyerekek fogadása, és ehhez igazodóan osztottuk be a dolgozói létszámot, általában úgy, hogy azért a saját óvodából legyen ember abban a csoportban, ahova a gyerekek járnak majd a nyári ügyelet alatt. A nyári óviban az időjárás miatt a nevelők különös figyelmet fordítanak a megfelelő folyadékbevitelre, valamint arra, hogy az udvari játék során is árnyékos helyen legyenek a gyerekek, emellett pedig az esetlegesen előforduló magasabb UV-sugárzásra is felkészültek az óvodákban. A csillagszem óvodások a DM1 akciójában kaptak fényvédő krémeket, de egyébként ahol erre szükség van, ott a szülőt kérjük, hogy a gyerek érzékenységének megfelelő napozókrémet biztosítsa a gyerekek számára. Az ügyeletbe tulajdonképpen a saját kis fogkeféjüket és egészségügyi felszerelésüket hozzák a gyerekek, egyébként pedig az óvodában biztosítjuk a többi szükségletet a gyerekek ellátásához. A gyerekeknek eleinte biztosan furcsa lesz az új környezet, ám a vezetőség igyekezett úgy beosztani az óvónőket a csoportokba, hogy egyik gyereknek se kelljen teljesen ismeretlen arcokkal találkoznia, így minden óvodából vállalnak ügyeleti beosztást a nevelők. Augusztusban viszont egy hétig mindenkinek szünet lesz az óvodában. Augusztus 20-a hetében, tehát augusztus 20-áig terjedő időszakban valóban 5 napig zárva lesz az óvoda, és méghozzá azért, hogy a főzőkonyhánk fertőtlenítő meszelését is el tudjuk végezni. Augusztus 22-től így minden kisgyerek ismét a saját óvodájában kezdheti meg az évet a megszokott játszótársakkal, óvónénikkel és játékaikkal.